közös hatósági ellenőrzést végzett a NAV és a Nébih a nyíregyházi nagyboni piacon, ahol kiderült, hogy az egyik legnagyobb zöldség-gyümölcs kereskedő nem vett részt az aznapi értékesítésben. A hatóságok munkatársai felkeresték a vállalkozót a telephelyén, ahol számos szabálytalanságot tártak fel. Mint kiderült, ő a saját telephelyén hajnal 4 óra óta folytatta az értékesítést, ezzel elkerülve megpróbálta elkerülni a piaci ellenőrzést. Kollégáink kiérkeztek a helyszínre, és azt tapasztaltuk, hogy az addig eltelt időszakban több millió forintos értékesítést végzett már. Pénzkészletegyezés vizsgálata során azonban kiderült, hogy sajnos nagyon sok pénz hiányzik a kasszából. Ez azt jelentette, hogy több millió forintot menekített már ki arról a telephelyről, arra hivatkozva, hogy biztonsági okból távolította el ezt az összeget az aznapi értékesítés során. Erre az adótörvénynek nem adnak lehetőséget, tehát itt bent kellett volna tartani a kasszába ezt a pénzkészletet. Az árukészlet ellenőrzésekor minőségi és jelölési problémákat is találtak a Nébih ellenőrei, aminek következtében 20 tonna zöldséget és gyümölcsöt vontak ki a forgalomból 5,2 millió forint értékben. Az ellenőrzés során egy lengyel kamiont is találtak a telephelyen, amelyben ismeretlen eredetű áru volt. Ezt is megsemmisítették. A vállalkozónak felelnie kell a pénzkészlet egyezőség hiányára, illetve arra is, hogy igazolatlan eredetű árut árusított, illetve tárolt ezen a telephelyen, valamint az LKR-szám igénylésének a hiányára is. Ők azt állították, hogy azért nem igényelnek LKR-számot, mert már nem első forgalmazóként vesznek részt a kereskedelmi láncolatban. Azonban, mint kiderült, egyetlen árumozgásra sem igényeltek a korábbiakban sem LKR-számot. A hatósági zárra rendelt termék zár aluli kivonásának kísérlete miatt pedig feljelentést tettünk az ismeretlen tettes ellen. Az akcióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelésügyi főosztálya, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal kiemelt ügyek igazgatósága vett részt.